Köszönjük szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Kecskés Győző vagyok a Nolex Nemzetközi Kft-től. A cégünk jellemzően kevés, de annál speciálisabb, különlegesebb, egyedibb IT security megoldásokkal foglalkozik, elsősorban a közepes és nagy felhasználók körében. Ezek közül a gyártók közül, akiket mi képviselünk, az egyik a Webroot, akikvel hát az a szerencsés együttműködési forma alakult ki, hogy az elmúlt két év folyamán a világ 10 kiválogatott olyan cégek közé kerültünk be, egyébként az LT-vel együtt, akik a most bemutatandó terméknek a fejlesztésébe is beleszólnak. Át is adnám a szót Csürke Gábornak, aki igazából ennek a különleges új vírusvédelmi technológiák, vagy hát mondhatjuk kártévővédelmi technológiák a rejtelmeibe kicsit be fog minket avatni. Ő az, aki az LT-től elsősorban ezt a projektet koordinálta. Köszönöm. Jó napot kívánok! Csürke Gábor vagyok, az ELTE BTK-nak a rendszermérnöke, és amit el fogok mondani, az egy szerintem merőben új megközelítés a vírusvédelmi technológiáknak. Először egy diát, hogy mégis tudják, hogy mekkora ez a BTK, illetve ami szerintem nálunk nagy szerepet játszott ennek a védelemnek a menedzsmentjének a kialakításában, az az a nagyon széttagolt BTK-s Trafford kerti épületegyüttes, amely 12 épületből áll. Átlag épületben 3 emelet van, és ez gyakorlatilag nagyon kevés rendszergazdának kell ellátnia. Így nekünk nagyon fontos volt az, hogy a bármit esemény történik, ne kelljen oda mennünk a gépekhez, ne kelljen azt megtennünk, hogy ott helyben javítjuk a problémákat, és újra telepítsük a gépeket, mert erre egyszerűen nincs kapacitás. Szerintem ezzel nem vagyunk egyedül a témában. Akkor a következő ábrán szerettem volna bemutatni azt, hogy mégis ez a probléma az idők folyamán dinamikusan hogyan növekedett. Amikor a vírusvédelmi megoldások elkezdődtek, még a 90-es években nagyon egyszerű szoftverek voltak, amelyek adatbázis alapon keresték a vírusokat, és ez fejlődött ma egy nagyon komplex rendszerré, amit szerintem jól láthatóan egyre nagyobb mennyiségű vírusnak a megjelenése tett szükségessé. Amit itt fontos elmondani, az az, hogy szerintem látszik ez a növekedésnek a dinamikája, de ez nem mond el mindent. Amikor a 90-es években a vírusokat elkezdték fejleszteni, ezek egyéni hackereknek a készítményei voltak, amelyek saját maguk propagálására szolgáltak, ma már ez nem igaz. 2012-ben az orosz maffiának nagyobb bevétele származott a vírusokból, mint az összes kábítószerrel kapcsolatos bevétel. Ugyanis ma már a vírusokat nem azért gyártják, hogy minél több gépet megfertőzve kárt tegyenek, hanem adatlopás a fő cél, ezeket az adatokat pedig el fogják adni a piacon, bankkártya számokat, mindenféle személyes adatot lehet venni olyan fórumokon, amelyek ezeket a célokat szolgálják, és így ezek a fejlesztések is átmentek a adhok jellegből gyakorlatilag céges megoldások felé. Egy elfogott levelezés, amelyet talán a Sophos sikerült bejutni egy ilyen fejlesztési rendszerbe, egy vírus készítése során kiderült, hogy most már olyan csapatok dolgoznak, hogy még marketing osztály és minőségbiztosítási osztály is volt. A marketing osztály például azt javasolta, hogy a trójai program, ha észrevennék, kezdje játszani az angol himnuszt, mert 30%-kal kisebb az esélye, hogy le fogják szedni ennek hatására az angol felhasználók. Illetve hasonló céges minőségbiztosítási módszerrel működtek, hibajegykezeléstől mindenen keresztül volt egy előre kialkuldott projektnek a vezetése is megvolt, ez a projekt struktúra is megvolt, hogy a szoftvereket fejleszteni szokás. Igen, ez egy nagy iparág, és egyre nagyobb.
Most megmutattam a következőképpen, hogyan alakult ez a vég is, ez a vírusírtó technológiának a fejlődése. Ez úgy néz ki, hogy ugye a 90-es években elkezdték, ahogy mondtam, ezt az adatbázis alapon keresem a vírust, nem kell megvédenem a memóriát, elég, ha megtalálom a file rendszeren, letörlöm, nagyon jó vagyok. Ez jutott el már odáig, hogy már nagyon nagy mennyiségű, külön fejlesztett, gyakran licenszelt motor van egy termékben. Szerintem kevesen tudják, de a ma piacon lévő vírusírtóknak egy nagyon nagy mennyisége az mástól, külső gyártóktól licenszel vírusadatbázis motort, tűzfalat, vagy bármi más kémprogramvédelmi modulokat, amelyeket más cég fejlesztett, és úgy licenszelik keresztbe egymásnak. Az Agnitum például egy nagy szállítója a tűzfal motoroknak. Nagyon sok termékben van igazából egy Agnitum tűzfal modul. De vannak most is, hiszem a vírusbuster volt egy időben erről híres, hogy abból próbált megélni, hogy vírusadatbázis adott el, illetve vírusmotorokat. Az, hogy ez miért nem működik ma már? Látszott szerintem, hogy 23 millió körül volt a 2012-es vírusoknak a száma. Ezt úgy kell érteni, hogy ennyi volt a nem azonos vírus. Tehát ez nem az van, hogy több példányban vagy egymás változatai, ezek különálló vírusok. Ezt már feldolgozni egyre nehezebb, egyre lehetetlenebb, illetve tudni kell azt is, hogy a vírusírók átértek már olyan technológiákra, amelyekről már tudjuk jól, hogy mielőtt egy vírus szabadon engednek, annak bizony a nagyobb gyártók vírusvédelmi termékeiken át kell, hogy menjen. Ezt ellenőrzik. Addig nem adják ki, addig tesztelik, amíg például az 10 legnagyobb gyártónak a motorjai nem találják meg a 0D napon, amikor a vírust szabadrábra eresztik. Addig nem adják ki, így ezek gyakorlatilag folyamatosan csúszásban vannak a vírusírókhoz képest. Mindig megvan az a pár óra, pár nap, amíg az első mintát megfogják. Ugye ezek a vírusvédelmi megoldások semmit nem védenek, addig, amíg nincs egy példány abból a vírusból, amelyet meg szeretnénk fogni. A heurisztikának, amelyet ilyenkor felszoktak hozni, az igazi védelmi aránya az nem éri el a 20-30%-ot legrosszabb esetben, pedig ezek ugye le vannak tesztelve, hogy ezen a heurisztikán átjusson. Tehát nem fogja megvédeni a gépet. Nézzük, hogy miben hozna újat a WebRoot, és miben különbözik az ő technológiája a hagyományos technológiától. A legfontosabb az, hogy felhő alapon működik, de nem úgy, mint most egy pár gyártó által bejelentett felhő alapú megoldás. Itt nem az adatbázisok lesznek a felhőben, és nem az lesz, hogy a hagyományos motort kiegészítik egy gyakorlatilag az adatoknak a gyors leküldését szolgáló felhő alkalmazásra, hanem maga az az intelligencia van a felhőben, ami ezt a kiértékelést végzi. Későbbi dián majd lesz egy ilyen fontos vagy érdekes adat, hogy a WebRootnak most olyan 100 terabájtnyi vírusa van ebben az adatbázisban, amiben tud keresgélni. Az ismert vírusokat itt ugyanúgy fölismeri, mint bármelyik vírusírtó, de nem terheli meg a gépet azzal, hogy neki kelljen ezt az adatbázist ellenőriznie, a processzort nem pörgeti azért, hogy a file műveletek mellett még összehasonlítást is végezzen egy adatbázissal. Ami még fontos, hogy ha egy ismeretlen vírussal, vagy ismeretlen szoftverrel találkozik, inkább így mondom, akkor fog megtörténni az, ami máshogy működik, mint a hagyományos vírusírtó termékekben. Háromféle csoportba osztja be a szoftvereket. Az első, az szerintem nagyon egyszerű, ismerem, tudom, hogy jó és legitim program, hagyom futni, semmi dolgom vele. A második szintén szerintem nagyon egyszerű, igen, ismerem, van róla vírus mintám, tudom, hogy rossz, természetesen nem engedem elindulni. A harmadik az újdonság, ez pedig az, amikor egy szoftverrel először találkozik a rendszer, akkor az fog történni, hogy engedélyezi a futást, de minden tevékenységét monitorozza. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint egy túlfejlett sandboxot, technológiát, ami mindent meg fog engedni szinte a futó szoftvernek, de minden tevékenységét le fogja monitorozni, minden változtatását követni fog, és minden egyes ilyen változtatást el fog küldeni a felhőnek. Nem a fájlt fogja elküldeni a felhőnek, nem a fájlnak a checksumát fogja elküldeni a felhőnek, a viselkedését küldi el.
Ezt a viselkedést fogja elemezni a felhő, és 85%-ban pár percen belül vissza fogja kapni a kliens, hogy igen, én már láttam ilyet, és vírus volt. Úgyhogy ha valami úgy viselkedik, mint egy vírus, kezeljük vírusként. A maradék 15%-ban van az, amikor emberi beavatkozásra van szükség a másik oldalon, és ilyenkor nézik meg a víruslaborban a konkrét eseményeket, hogy miket csinált, és eldöntik kézzel, hogy miről van szó. Ekkor jön az újabb, nagyon fontos rész. A szoftver ezek alapján, a logok alapján képes minden változtatást, amit a szoftver tett, visszaállítani. Ez úgy néz ki, hogy amikor egy szoftver hozzányúl a regisztri kulcsokhoz, ide-oda másolja magát, esetleg fájlrendszeren kívül mondjuk rendszerfájlokat is megfertőz, akkor engedélyezni fogja ezt neki, de a rendszerfájlt is elmenti. Amikor pedig megkapja ezt a rollback parancsot, akkor le fogja lőni ezt a folyamatot, vissza fogja állítani minden tevékenységét. Ezt ki lehet egyébként nagyon jól próbálni, én installer programokkal szoktam ezt megmutatni. Gyakorlatilag felinstalálna az ember egy programot, utána azt mondja, hogy ez rossz indulatú volt, és eltűnik minden változtatás, mint a gépet sose tette volna föl ezt a szoftvert. Illetve ami nagyon fontos, hogy minden olyan folyamat, amelyet ez a később rossznak minősített folyamat indult el, az ugyancsak kapja ennek következtében ezt a rollback parancsot, azokat a változtatásokat is vissza fogja vonni, amelyet egy rossz másik program indított el, és onnan indult. Hogy mégis honnan vannak ezek az adatok? A legfontosabb természetesen azok a partnerek, akik használják a WebRoot rendszerét. Ők folyamatosan küldik ezeket az eseményeket a WebRoot felhőjének, és innen tudja a WebRoot, hogy gyakorlatilag valós időben azokon a gépeken milyen beavatkozásra lehet szükség. Tehát amikor egy nagy víruskitörés van, az első pár ember, aki megkapja ezt a vírust, már küldi is fel a felhőbe, hogy az hogyan tevékenykedett, és a másnap, aki megkapná szintén, ott már blokkolva lesz, és rollback-kel venne az első pár embernél. És valós időben tudják figyelni azt, hogy hol mi történik a világban, hol milyen vírusok bukkantak föl, vissza tudják követni, illetve a másik pedig, hogyha arra van szükség, hogy egy olyan gép fertőzött meg, amelyen még nem volt WebRoot, akkor jön a hagyományos eltávolítási módszer, amelyet szerintem mindenki ismer a vírusírtókból. A másik fontos szempont, hogy nagyon nagy gyártókkal, mint Cisco, Juniper hasonló méretű cégekkel vannak kapcsolatban, amelyek folyamatosan küldik azokat az IP címeket és azokat az URL címeket a WebRootnak, ahol vírusokat találtak, így már ezeket gyakorlatilag a böngészőben blokkolni fogja a program, nem fog letöltődni a gépre, nem lesz itt semmiféle alkalom arra, hogy megfertőzön bárkit is. Egy érdekes statisztika szerintem, ami a jövőben mutat inkább, mint a jelenbe, hogy ez a WebRoot Intelligence Network, ez 1,8 millió androidos programot elemzett már. És ami szerintem megdöbbentő, hogy ennek körülbelül a 10%-a vírusos volt, vagy valamely olyan tevékenységet végzett, amit nem kellett volna. Ez azt mondja, hogy majdnem minden tizedik androidos szoftver valami olyan dolgot tesz, amit nem kéne neki. És a felhasználó tudta nélkül, ugye küldik a szép drága SMS-t, vagy egyszerűen csak például az adatokat a telefonról elküldik az ő tudta nélkül. Ez szerintem jól mutatja azt, hogy a mobil, mint új támadási vektor milyen fontos, és hogy mennyire veszélyes is beengedni ezeket az eszközöket a hálózatba. Mindenféle védelem nélkül. A következő fontos rész, amikor fut ez a megfigyelés, a futó folyamat, még nem tudjuk, hogy jó vagy rossz indulatú. A WebRoot-nak van egy technológiája, amit ID Shield-nek hív, és arra szolgál, hogy ilyenkor azokat a kényes pontokat megvédje, amelyeken a tipikus behatolási kísérletek szoktak adatlopásért megtörténni. Ilyenkor az fog történni, hogy például egy olyan böngésző folyamatot, amelyet HTTPS-en folytat kommunikációt, automatikusan körbevesz egy gyakorlatilag egy tűzfalszerű képződményvel, amellyel megakadályozza azt, hogy külső folyamatok hozzáférjenek ehhez a folyamathoz. Így a keyloggerek, anti-phishing és egy csomó más általános védelmi
folyamat fog védelni egy ilyen HTTPS csatlakozást, hogy ne lehessen például egy banki műveletnél beállni a bank és az ügyfél közé, így ellopva a jelszavát és hasonlókat. Egyszerűen ezt ki fogja védeni ez a rendszer addig is, amíg a kórokozó nincsen mondjuk blokkolva. Itt mutatnék egy rövid videót, azt vegyék figyelembe, hogy ez egy 5200-as fordulatú Winchesteren, egy VMware környezetben keletkezett, úgyhogy nem lesz ez olyan lassú otthon. 710 kilobájt ez a kis program. Ugye nem csinál neki nagy intelligenciára szüksége. Most így elindítom a telepítőt, és már fut is az első keresés. Gyakorlatilag a telepítőt én még életemben nem láttam, hogy lefutott volna, mert az olyan tized másodpercet talán fölvillan, és megjelenik a futó folyamatok között. Ez már az első keresés, amely föltérképezi a gépen található összes folyamatot, az összes olyan folyamatot, amelyet a gép elindít, amikor elindul, ezeket feltérképezi, a memóriában lévő összes folyamatot feltérképezi, illetve azokat a helyeket is megnézi, ahol általában szoktak lenni vírusok. De ez nem egy gyors keresés, mint amilyet a többi termék csinál. Ez is olyan 30-40 ezer fájlt fog ellenőrizni, amíg én itt beszélek. És gyakorlatilag ilyenkor fel fogja mérni azt, hogy ő melyik kategóriába tartozik. Ezt a listát ő el fogja menteni a gépen, tehát azt a szoftvert, ami már be van egyszer osztva valamelyik csoportban, azt nem fogja újra megnézni, és újra kiértékelni, elküldeni az eseményeket róla. De az ismeretlen programokat, amelyeket talál, azokat újra és újra elküldi a felhőnek, azokat az eseményeket, hogy esetleg azóta tudunk-e róla valamit, amit még nem tudtunk. Ilyenkor lesz az, hogy vissza fogja kapni a felhőből azokat az adatokat, amelyeket vagy automatizmus, vagy pedig valamilyen mérnök a másik oldalon már megfejtett. Illetve hát kaphat vissza egyébként egy teljesen egyedi szkripteket is, hogy egy speciális vírust hogyan kell eltávolítani, hogyha nem volt rollback. Ha rollback van, mert már föl volt elpülve, amikor a vírust megkapta, akkor nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni, mert a rollback vissza fogja állítani. Hopp, már végzett is. Amit most még meg fogok mutatni ezen a kis videón, hogy mégis mekkora erőforrás igényről beszélünk. Mindig mondjuk, hogy kicsi, de mégis mennyi az a kicsi. Gyakorlatilag, ha lelövöm az ablakot, akkor pár száz kilobájtot foglal ez a folyamat, és maga a keresés, amit most megint el fogok majd indítani, az is egy ilyen 10-20 megabájtnyi memóriát fog elfoglalni, miközben keres. És ez a keresés, ez már gyors lesz az elsőhöz képest. Amit szerintem mindjárt el is indítok. Sok időm nem lesz beszélni alatta. Az biztos, hogy nagy problémát jelentett a BTK-nak is, és szerintem nagyon sok helyen fog problémát jelenteni, hogy még vannak ilyen 8 éves számítógépeink is, amelyek még mindig használatban vannak, nem mostanában lesz rá pénz, hogy lecseréljük. Szerintem van erre egy pár példa még. Ezeket pedig a hagyományos vírusítók gyakorlatilag használhatatlanná tudták lassítani. Ami még fontos ebből a szempontból, amíg még fut a vírusírtó, még elmondom azt a nagyon fontos dolgot, hogy ha valaki nem akar azonnal fejest ugrani a mélyvízbe, ez a szoftver úgy lett megtervezve, hogy bármilyen más vírusírtó mellett elfusson, és ezt a rollback funkciót hozzáadja annak a tudásához. Ugyanis nem lokkolja be a fájlt, amikor megtalálja. Meg fogja engedni, hogy a hagyományos vírusírtó, ha megtalálta, ha örüljön neki, írtsa le. Ha nincs szükség rollbackre, ő nem fog beavatkozni. Gyakorlatilag hozzá tudunk adni egy új layert ehhez a védelemhez, anélkül, hogy félnünk kéne attól, hogy a hagyományos értelemben vírusírtókból mindenki tudja, hogy kettő egymás mellett nem igazán lesz hosszú életük. A végén egy kis adatmennyiség különböző más gyártóknak a termékeivel összevetve a méretek, sebesség, illetve a mégis hogyan viszonyul a nagy gyártók termékeihez. Amit szeretnék kiemelni, az a piros 80-as szám. Ez a Microsoftnak a MSE néven becézett terméke, amely ugye ingyenes és sok gépen megfordul,
illetve ez van beépítve Windows Defenderként a Windows 8-ba. A két termék tökéletesen azonos, és jól látható, azért is emeltem ki, hogy mennyire megfogja a gépeknek a fájműveleteit. Tehát az úgy néz ki a dolog, hogy ha elindítok egy bármilyen fájműveletet, 80 másodpercig lesz, míg megnézi a Windows Defender, hogy ez micsoda, és egyáltalán elkezd futni. Úgyhogy érdemes inkább kikapcsolni, mert a webroot nem fogja kikapcsolni a Windows Defendert. Azt mondja, nekem ez ugyanolyan vírusírtó, mint bármi másik, elfutok mellette, ha ő talál valamit, akkor én nem avatkozok be, nekem ehhez nincs közöm. A többi termékről pedig, ami fontos, hát a méretek. Ez ugye 700 kilobájtot jelent. Nálunk ugye az is problémát jelent, hogy nagyon sok 40 gigás Winchesterre megáldott számítógép van, ahol mondjuk a egyes termékeknek a 800 meg 900 megabájtos helyfoglalása az már igencsak érezhető. Ez nem fog ekkora helyet foglalni. Azt azért hozzátenném, hogy a rollback technológia, ahogy mondtam, az ismeretlen fájloknak minden egyes műveletét el fogja végezni. Ezt természetesen valahol tárolni kell, ezt el fogja tárolni a webroot, tehát erre számítani kell, hogy ez pár megabájtnyi helyet foglal. Csak akkor fog ez nagyobb helyet foglalni, hogyha a rendszerfájlokat vagy valami hasonló elmentendő változtatást fog észlelni a rendszer, és azt ide fogja biztonsági helyben helyezni. Nincsen újabb diám, de elmondanék akkor még egy-két dolgot, amit szerintem érdemes, és a felhő alapú technológiák ellen felszoktak hozni, hogy ez miért nem igaz. Az egyik ilyen fontos kérdés, mi van akkor, hogyha nem érem el a felhőt? Mi van akkor, ha nincs internet a gépen, akkor a gép védtelen? Nem. Az fog történni, hogy ez a kis butának látszó kliens mégsem olyan buta. Ismeri azokat a szoftvereket, amit ő már enged futtatni, ismeri azokat a szoftvereket, amelyeket már látott a gépen, és nem fog engedni olyan változtatást, amit ő nem tudna rollbackelni. Egyszerűen ki fogja írni a felhasználónak, hogy sajnálom, ezt a programot nem engedjük telepíteni, mert nem visszaállítható az ő cselekedete. Ilyenkor lesz a másik fontos, hasonlóan beállítható, finomhangolható, elég gyakori fertőzési forma, még mindig, az USB, a pendrive-ok, amelyek az autorános fájlokkal folyamatosan járják a gépeket, és viszik a fertőzés gépről gépre. Gyakorlatilag annyira finomhangolható a Secure Anywhere, hogy fehérlistás működést is képes megvalósítani. Ez azt fogja jelenteni, amiről én konkrétan nem tudom, hogy jó, és futhat, az nem futhat. Ezt meg tudom úgy is mondani, hogy a pendrive-ra vonatkoztatva. Van egy csomó olyan beállítási lehetőség, hogy hogyan működjön a program akkor, hogyha nincs internet, hogyan akkor, hogyha van internet, hogyan működjön akkor, hogyha helyi fájlról van szó, hogyan működjön akkor, ha internetről letöltött fájlról van szó, hogyan működjön, ha USB-ről van szó, és mind külön tudjuk finomhangolni, hogy mennyire vagyunk megengedőek, vagy mennyire nem. Ez a fontos védelmi vonal akkor is rendelkezésünkre áll, amikor nincsen internet. Amikor fölép a gép az internetre, azonnal újra megnézi az összes futó folyamatról, hogy tudok-e róla valamit, nincs-e olyan program, amit azóta már kiderített a webroot, hogy blokkolnom kellett volna, és vissza kell állítani. Ilyenkor pillanat alatt lefut egy keresés, ahogy szerintem látták, 30 másodperc. Ezt a felhasználó észre se fogja venni. Gyakorlatilag nálunk is az egyetemen ez úgy van működtetve, hogy semmilyen ablakot nem lát a felhasználó. A tűzfal is úgy van beállítva, hogy a tűzfal csak akkor fog megakadályozni egy kommunikációt, ha a gép fertőzött. Vagy konkrétan tiltottam neki. Nem fog földobálni ablakokat, amikkel megzavarja a felhasználót, hogy döntsd el, hogy ez szerinted jó-e vagy rossz, és nem kell oda menni a rendszergazdának még egyszer azért, hogy az SVC host exit miért lőtett ki a tűzfalon, és miért vagy meglepődve, hogy nincs internet. A másik nagyon fontos dolog, a menedzsmentért majd engem lehet szidni. Nagyon fontos volt nekünk, hogy az összes support tevékenységet, amelyet végzünk, a székből való felállás nélkül tudjuk elvégezni. Nem azért, mert lusta vagyok fölállni, egyébként de, viszont a logokat el tudjuk készíteni és elküldeni távolról. Bármely programot az internetről el tudunk indítani, át tudunk neki adni paramétereket, hogy hogyan induljon el. Gyakorlatilag szerintem a Cisternászos
szoftvereket, amelyeket egyébként szerintem mindenki használ a mindennapok során, el tudjuk úgy indítani, hogy egy parancsorba átadjuk, hogy mit csináljon, lefut, ha szükségünk van bármire, akkor gyakorlatilag így meg tudjuk tenni. Egyedül a távoli asztal elérésből kell használni a hagyományos módszert, az nincsen beépítve, nem is szükséges alapon. Azt úgyis mindenki más szoftverrel megoldja, el akar élni, ott már autentikáció, meg hasonló problémák vannak. Egyébként pedig az utolsó 15 másodpercben a telepítés menete. Mi úgy oldottuk ezt meg, hogy egy e-mailt küldünk a felhasználónak, ráklikkel, és gyakorlatilag ez a kis keresés lefut, a gépe védve van, bejelentkezik a konzolba, és nem megy oda a rendszergazda, hogy föltelepítse neki bármit is. Köszönöm szépen, már látom, villog az időm. Igen, parancsolj. Köszönjük szépen a értékes hozzászólást. Igazából annyit szeretnék még a végére tenni, hogy egy olyan felajánlásunk van, hogy bárki meglátogat a standon, akkor egy ilyen egyéves próbalicenszet bárkinek szívesen szeretetből odaadunk, hogy amit itt elmondtunk és hallottunk, hogy ez mennyire kicsi, mennyire jó, mennyire gyors, mennyire hatékony, ez ne csak szóbeszéd legyen, hanem mindenki ki is tudja próbálni otthon, saját gépen. Köszönjük szépen!